Szeretettel üdvözlök mindenkit. Jól hall mindenki? Igen. Jó. Egy nagyon fontos betegségcsoportról szeretnék most beszélni önöknek, ami sajnos nem csak időseket, hanem fiatalokat is érint. Ez a stroke idegen szóval. Mit jelent a stroke? Ugye az angolul ütés, csapást jelent. Magyarul butaütés, szélütés, de hát a stroke is már a köztudatban van. Ez az Egészségügyi Világszervezetnek a definíciója szerint egy olyan agyműködési zavar, ami a teljes agykeringést, vagy pedig annak egy szeletét érinti, gyorsan alakul ki, súlyos idegrendszeri tünetegyüttes, több mint 24 órán keresztül áll fenn, és vagy halált okoz, és ennek egyedüli oka az agyi érrendszerben bekövetkezett elváltozás. Miért fontos, hogy erről beszéljünk? A gyakorisága nagyon nagy ennek a betegségnek, ez a harmadik leggyakoribb halálok, mind Magyarországon, mind nemzetközi viszonylatban, ugye a szív- és érrendszeri betegségek és a rossz indulatú betegségek után. Magyarországon jelenleg 45-50 ezer új esetet regisztrálnak. Ehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy 30 napon belül a sztrókon átesett betegeknek, tehát ennek a betegségnek az ismétlődése is igen magas. Tehát még ehhez egy ilyen 10-20%-ot kell hozzáadni. Az első 30 nap az, ami kritikus, és ilyenkor az eseteknek a 10-30%-a az akár halállal is végződhet. Az ellátás az hogyan épül fel ma Magyarországon is, hát más országokban is. Nagyon lényeges az első észlelőnek a szerepe, hogy tudja azt, hogy milyen esetben kell mentőt hívni, és mik azok a tünetek, amikor minél hamarabb lépni kell. A következő lépcsőfok ez a mentő, akiknek ugye fontos szerepük van abban, hogy a megfelelő központba vigyék a beteget. Ez azt jelenti, hogy nem a legközelebbi kórház, hanem a legközelebbi stroke központ, tehát olyan kórház, ahol az ilyen betegek ellátására megfelelő háttér van. Ez mind a neurológus szakembert jelenti, mind pedig nyilván a képalkotó hátteret. És aztán ott a kórházon belül a sürgősségi protokoll alapján történik meg az ellátás. Ezen az ábrán azt szintén ugyanerre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a tünetek felismerése után azonnal mentőt kell, hogy hívjunk, és a mentőnek a legközelebbi kórházba kell, hogy szállítsa a beteget. Itt azután azonnal a képalkotó vizsgálatra kerül sor, és ez alapján döntik el, mert nyilván más tényezőket is figyelembe véve, hogy ez a beteg azután milyen ellátást kapjon. És ez hol történjen, a stroke osztályon, vagy esetleg az intenzív osztályon. Ez az ábra, ez a Magyar Stroke Társaságnak a honlapján is megtalálható. Ott van egy laikusok számára is elérhető rész. Arra szeretnénk ezzel felhívni a figyelmet, hogy amiről az előbb is beszéltem, hogy kulcsfontosságú az, hogy minél hamarabb felismerje a beteg környezetében tartózkodó, a családtag, munkatárs, stb. A tüneteket. Mik ezek? Először a beteg arcát kell megfigyelni, hogy van esetleg, elhúzódik-e esetleg a szájzuga valamelyik irányba, van-e aszimetria az arcon, esetleg lóg a szemhéja, kettős látást jelez. Meg kell próbálni felszólítani, hogy emelje meg a karjait. Ha a karjait sűjeszti valamelyiket, akkor ez is tünete lehet annak, hogy esetleg egy ilyen agyérgörcse van. A beszédét próbáljuk meg beszéltetni. Elkente a beszéde, gombócos, egyáltalán nem tud beszélni, nehezen érti, vagy nem érti azt, amit mondunk neki. Próbáljunk meg neki rövid utasításokat adni, hogy emelje fel a kezét, emelje meg a jobb kezét, például fogja meg a jobb kézzel a bal fülét. Tehát ezekkel azért el lehet dönteni, hogy mennyire érti a beteg, amit mondunk. Ha az a gyanunk, hogy a beteget agyérgörcs érte, akkor a 104-en keresztül ugye a mentőt kell értesíteni.
Milyen stroke vagy agyérgörcs, agyérbetegség típusok vannak? Ugye a leggyakoribb típus az, hát orvosi szóval sajnos nincs jobb szó, az isémiás vagy érelzáródásos, az esetek 80-85%-át jelenti. És jóval kisebb százalék, 15-20% a vérzéses változásoknak az aránya. Hát az előadás nagy részében ennek megfelelően nyilván az érelzáródásos fajtáról fogok beszélni. Ez az, amit jobban meg tudunk előzni, és ennek a kezelése is teljesen más. Ugye, itt látszik egy nagy kiterjedt agyi infarktus. Az érelzáródásos agyérgörcsnek, vagy agyérbetegségnek a fő oka az, hogy egy vérrög alakul ki az éren belül, és ennek megfelelően akkor annak az érnek az ellátási területe nem kap megfelelő oxigént, nincs a megfelelő vércukor sem jut el az idegsejtekhez, azok ott károsodnak. A másik oka, hogy egy vérrög kerül oda, ez is gyakorlatilag ugyanezt okozza, csak a vérrög az a testünk más részéről ér oda, ez a leggyakrabban ugye a szív, de kerülhet a nyaki merő vagy ütőereknek a felrakódásából is az agyi erekbe. Kísérelzáródás az azt jelenti, hogy azok a végartériák, amik az agyban végződnek, ugye ezeknek a korai elváltozása, érfalszerkezeti elváltozása okozza ezt a betegséget. Egyéb ritka okok is vezethetnek ehhez, ezt most nem sorolnám fel, de ezek elsősorban fiatalkori sztrókbetegségnél van jelentőségük, főleg genetikai okok. Miért fontos az, hogy a tüneteket minél hamarabb felismerjük, és bekerüljön a beteg a megfelelő ellátóközpontba? Azért, mert van egy terület, amit még meg tudunk menteni. Ezen az ábrán az látszik, hogy itt van ez a feketével jelölt terület, az, ami tönkrement, ami elhalt. Ez a világító sárga dolog, ugye ez az érdugó. Gyakorlatilag 3-5 perc alatt ez a kis terület ez tönkremegy, és amit meg tudunk még menteni, ezt a területet körülvevő félárnyékos terület, amit penumbrának nevezünk. Ez. Tehát a terápiának ez képezi a célját. Most az, hogy ez a terület még megmentődjön, erre egy időablak áll rendelkezésre, jelen tudásunk szerint ez 3-4 és fél óra. Tehát ez nagyon fontos, hogy a tünetek észlelésétől számítva 3-4 és fél órán belül megtörténjen a végleges ellátása a betegnek. Hát itt röviden azt mesélnem el, hogy hogyan alakul ki egy ilyen vérrög. Tehát itt ezt azért szeretném megemlíteni, mert akkor megértik azt, hogy hogyan tudunk ebbe a dologba beavatkozni. Ugye az első az, hogy a kis vérlemezkék így összecsapzódnak, és aztán a második szakaszban pedig egy ilyen fibrinháló, egy ilyen fehérjeháló alakul ki, és ez a fehérjehálóban rakódnak le a vérnek a sejtes elemei, és akkor egyre több ilyen sejtes elem rakódik bele, és így alakul ki az érdugó. Ezt az egész folyamatot 13 véravadási faktor támogatja, ami egy rendkívül bonyolult rendszer. Itt látható. Ezen a képen az látszik, hogy ugye a mai modern terápia az arra irányul, hogy ezt a kialakult vérrögöt, ha 3-4 és fél órán belül megkapja beteg az ellátást, és egyébként alkalmas rá, akkor ez megtörténjen, és ezt a vérrögöt feloldjuk. Ez tulajdonképpen az előbb említett ilyen fehérje, ezt a hálót próbáljuk felbontani, és ezzel oldani a kialakult vérrögöt. Ezen a érfestéses képen látni, hogy itt bal oldali képen van egy nagy érelzáródás. Ez ugye a terápia előtti felvétel, és ez a terápia után. Tehát ezt önök is jól látják, hogy nyíltak meg ezek az erek.
ha nem sikerül a betegnek időablakon belül beérnie, vagy egyéb ok miatt nem jön szóba az, hogy ezt a kezelést megkapja, akkor ez a kétfajta terápia áll rendelkezésünkre. Ez ugye akkor nem azt a fibrinhálót fogja bontani, hanem azt próbáljuk megakadályozni, hogy ezek a vérlemezkék ne csapzódjanak össze. Erre a több mint 100 éves aszpirin a legjobb megoldás még mindig, az acetilszalicilsa, és hát mellette egy új gyógyszer, a klopidogrél, tehát nem annyira új már ez, 15-20 éve Magyarországon is létező szer. Ez az, ami még próbálunk alkalmazni. Ezen az ábrán azt szeretném bemutatni, hogy milyen bonyolult ez az agyi érrendszer. Az a lényeg, hogy itt, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az a rész, ahonnan hátulról lép be egy nagy ér, ez ugye az agytörzset látja el, ez pedig a nyaki verőérnek a folytatása. És látják önök is, hogy ezek szépen össze vannak kötve egymással. Tehát szerencsére azért a természet az biztosítja nekünk, hogy másik oldalról, vagy másik érrendszer felől is kapjunk vért. Ezért gyakran van az, hogy gyakorlatilag egy infarktus, vagy egy ilyen agyi vérellátási probléma tünetmentesen alakul ki. Itt a nyaki és az agyi ereknek a szintén nem túl egyszerű kapcsolatát próbáltam bemutatni. Ez egy ugyanerről a részről, tehát az agyi ereknek a gyűrűjéről, amit úgy hívnak, hogy villőszkör, erről egy MR-angiós, egy MR felvétel. A sürgősségi ellátásnak az első lépése ugye az, hogy a képalkotó vizsgálat megtörténjen, CT ma már a kórháza 90%-ban rendelkezésre áll, tehát ez az alapvizsgálat. Ha egy sima kontrasztanyag nélküli CT nem tisztázza azt, hogy a betegnek mi áll a tünetei hátterében, akkor CT angiográfia történik. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen szoftver segítségével lehet ábrázolni az agyi ereket, és ebből kiderül, hogy esetleg melyik terület az, ami el van záródva. Ha ez sem segít, akkor ugye tovább lehet lépni MR-rel, vagy egy ilyen speciális angiográfiás eljárással. Azért tegyük hozzá, sajnos nem minden stroke központban áll rendelkezésre MR még. Itt lehet látni egy baloldali nagy érterületi elzáródást, tehát ugye ez egy egyértelmű felvétel. A másik, az arra szeretném, vagy azt szeretném ezzel bemutatni, az egy speciális CT felvétel. Budapesten sem minden stroke centrumban tudják ezt megcsinálni, sajnos, de abban az esetben, hogy mondjuk bejön a beteg, van egy tünete, és ez a felvétel, tehát ez a kontrasztanyag nélküli felvétel mondjuk nem hoz semmilyen elváltozást, tehát nem látjuk, hogy mi a probléma, akkor egy ilyen perfúziós CT történik, és itt lehet látni a károsodott területet. Ez nem ugyanaz a beteg persze, de ez arra egy példa. Ez egy nagyon jellegzetes CT felvétel. Az esetek nagyon nagy százalékában egy nagy érnek az elzáródása okozza a tünetegyüttest. Szintén egy kontrasztanyag nélküli felvétel, és itt lehet látni ezt a világító jelet. Ez az a vérrög, ami benne ül az érben. És ezt szeretnénk feloldani. Ez már egy MR felvétel, illetve két MR felvétel, szintén a sima MR felvétel, ami látszik, ez az agyi elhalt terület, és ez pedig egy speciális diffúziós MR, ami hát Budapesten is csak egy helyen van, de itt látszik a nagy különbség, hogy gyakorlatilag nem egy ekkora terület hal csak el, hanem jóval nagyobb, és hát ez sajnos a terápiát azért befolyásolja. A gondozás megelőzés nyilván a házi orvos és a szakorvosnak a kezében van. Az elsődleges megelőzés, tehát ha még nem esett át a beteg ilyen betegséggel, akkor ez nyilván az alapellátó, a házi orvos feladata. Ha már átesett, akkor vagy a házi orvos, vagy pedig a szakorvosnak kell követnie. Mik azok a rizikófaktorok, amiket figyelni kell? Hát ugye
Ezek a nem befolyásolható rizikotényezők, mint az életkor, nyilván ennek emelkedésével egyre nagyobb esély van, hogy ilyen betegség bekövetkezzen, a nem férfiaknál gyakori, volt-e előző ilyen esemény, egyéb érrendszeri probléma, esetleg családi halmozódás. A befolyásolható rizikotényezőknél, ezek azért mindenki által jól ismertek, elsősorban a magas vérnyomásra szeretném a figyelmet felhívni. Ez mindkét fajta agyérbetegségnél kulcskérdés, tehát ennek az emelkedése mindkét fajta agyérbetegségnél, tehát a vérzésnél és az érzelzárodásnál is a leggyakoribbok. Szintén nagyon gyakori a cukorbetegség, a magas vérzsírszintek, dohányzás, alkohol, fiatalkori esetekben ugye a drog, a fogamzásgátló tabletták, terhesség, idéseknél még gyakori ugye a műbillentyű beültetés. Nagyon fontos egy betegségcsoport, ugye, amik agyemboliát okozhatnak, ezek elsősorban szíveredetű betegségek, ezek közül kiemelném a pitvarremegést, ez nagyon gyakori időskorban, szinte minden negyedik betegnek van ilyen, és itt kulcskérdés a megelőzés. A másik fontos és időskorban viszonylag gyakori dolog, valamilyen billentyűkárosodás, vagy műbillentyű beültetett beteg. Ezek a betegségcsoportok, ezek fiatalkorban fordulnak elő, tehát hogy fiatal embernek ilyen tünetegyüttese van, akkor utána kell néznünk, hogy ennek a hátterében valamilyen genetikai ok nem áll el. Milyen terápiás lehetőségeink vannak a megelőzésben? Itt is a vérlemezke összecsapzásgátló kezelés az elsődleges, még mindig kiemelném az aszpirin és származékainak a szerepét. Ezek kb. 15%-kal csökkentették a stroke-nak az előfordulását. Az ajánlott napi dózis a 100 mg. Ezt azért hangsúlyoznám, mert minél magasabb dózisszög valaki, annál nagyobb az esély annak, hogy valamilyen mellékhatás jelentkezik. Ez főleg vérzés, és elsősorban gyomorvérrendszeri. A másik nagy ilyen gyógyszercsalád, ez, vagy csoport, ez a clopidogrel hatóanyagú, ez is régóta van a piacon. Nagyjából ugyanolyan hatékony, mint a másik. Létezik még az aszaszantin, ezt is biztosan ismerik, vagy a trifuzál, de ezeket nem alkalmazzuk ma már annyira, meg főleg mellékhatásaik miatt. Hát ha beteg nem reagál erre a kezelésre, akkor felmerül az, hogy mondjuk aszpirint szedett, és utána váltsunk-e másfajta terápiára. Nyilván próbáljuk ezt objektivizálni, hogy ezt hogyan lehetne kideríteni. Korábban nagyon gyakran alkalmaztuk ezt az agregométert, ez egy speciális laboreljárás, ahol azt lehetett bemérni, hogy az aszpirin kellően hatékony-e. Ma már a klinikai vizsgálatok alapján ez nem játszik akkora szerepet. Nagyon fontos másik nagy ilyen terápiás csapás irány, a véralvadásgátló szerek, ezt nyilván gondolom önök között is többen szedhetik. Ezzel az elsőn az agyembóliákat próbáljuk megelőzni, és itt is kiemelném a pitvarremegést, ez a leggyakoribb oka. A második leggyakoribb oka, főleg időseknél, ez a műbillentyű betegség. A pitvarremegés az azért fontos, mert ez kb. 5-szörösére fokozza a stroke-nak az előfordulását, tehát ennek a megelőzése ez nagyon fontos kérdés. Nyilván vannak, mivel egy ilyen véralvadógátló szernek a szedése az sok mellékhatással és járhatással van vérzéssel, ezért el kell döntenünk, hogy ezt érdemes-e szedni a betegnek, tehát hogy a cost-benefit az milyen, és erre ilyen speciális rizikóbecslő skálák vannak, amik mindenféle érrendszeri rizikót, betegéletkort ilyesmit vesznek számításba. Mi a javaslat, vagy a jelenlegi protokoll alapján, tehát a magas vérnyomásban szenvedő betegeknél 140/90 higanymilliméter alatt kell tartani a vérnyomást, ez szintén nagyon fontos. A vérzsír értékeknél
ott az LDL koleszterintnek a szintjét kell figyelni, hogy ez 100 alatt legyen. Nyilván az alkohol kis mennyiségben, vörösbor azért javasolt, nyilván ez sem napi 2 liter. Fizikai aktivitás megtartása, ha lehet a táplálkozás mediterrán jellegű diétát tartalmazzon, és nagyon lényeges, és jól szűrhető, ezek a nyaki verőér betegségek, és ezt ultrahanggal lehet követni, hogy ez okozza esetleg olyan szűkületet, ami később sztrókhoz vezethet. Tartós véravadásgátló kezelésre, tehát a jól ismert cinkumár, marfarinra, azokat állítjuk be, akik pitvarremegésben szenvednek, vagy mechanikus műbillentyűjük van. És egy bizonyos genetikai kórképeknél, ez fiataloknál jön szóba. Néha átmeneti véravadásgátló kezelésre kényszerülünk. A nyaki érekbetegség, amiről az előbb beszéltem, ez egy könnyen szűrhető dolog. Tehát fontos, hogyha valaki ilyen betegségen átesett már, mint agyérgörcsön, annak utána legalább éves kontrollal kövessük a nyakéreknek a szűkületét. A 70-90%-os szűkület az, ami kritikus. Ha minden tényező egybeesik, akkor ennek érsebészeti megoldása van, tehát hogyha a beteg altatható, elsősorban ez, ami ellenjavallatot jelent. Ha nem, akkor van egy úgynevezett endovaszkuláris megoldás, amikor katéterrel próbálják az eret tágítani. Tehát ez gyakorlatilag hasonló módon történik, mint a szívbetegeknél. Ezen az ábrán látszik egy ilyen súlyos fokú szűkület, ez egy CT felvétel, elég látványos. Itt, ezen az ábrán ismét a pitvarremegést szeretném kiemelni, ugye mi ötszörösére emeli a sztróknak a kockázatát, tehát ezért fontos az ilyen betegek, ha véravadásgátlót szednek, akkor ez jelentősen csökkenthető ez a kockázat. Az USA-ban ez 64%-kal csökkentette a gyérbetegségek előfordulását. Ugye bejöttek a piacra, szerencsére, ezek az új típusú véravadásgátlók, amik ennek a hatékonysága hasonló, mint a régieké, viszont két nagy előnyük van, hogy nem kell hozzá havonta laborkontrollra járni, és hogy kisebb a koponyaüri vérzésnek az esélye, vagy veszélye. Hát sajnos a TBS még nem nagyon veszi figyelembe, tehát nagyon szűk az a indikációs terület, ahol ezt tudjuk javasolni, és azért borsos ára van még így is. Sajnos időseknél, ami ellenjavallat, az a veseműködésnek a beszűkülése, tehát azért kicsit nehézkes a használata még. A másik nagy betegségcsoport ugye ezek a koponyaüri vérzések, illetve hát az agyvérzések, ezen belül léteznek koponyaüri vagy agyállományi vérzések. Az agyállományt azt 3 burok veszi körül, és a legközelebbi az agyfelszínhez, ez a pókhálóhártya, ez egy nagyon kis vékony hártya. Aztán van egy középső és van egy külső. És akkor a pókhálóhártya alatti vérzések, ez a másik nagy csoportja az embetegségeknek, vagy a kemény agyhártya alatti. Itt is ugye az okok között a magas vérnyomást emelném ki, és egy speciális érelváltozást, ami időseknél gyakran előfordul, ez az amiloidózis. Ez gyakorlatilag egy ilyen előrehozott érelmeszesedést okoz ezekben az erekben. Ugye a vérzés során akkor a kilépett vér, az nyomja az alatta lévő agyszövetet, és a helyén, aztán ahogy ez felszívódik, ami egy hosszú folyamat, akár 3-4 hétig is eltarthat, üreg vagy hegszövet marad vissza. Ez egy CT felvétele, itt is ugye a diagnosztikában a CT az alapvető, ez a nagy fehér terület, ez mindkét oldalon ugye ez a vérzés. Látszik, hogy ez egy nagy kiterjedt. Az MR az kevésbé játszik szerepet ebben a vérzéseknek a diagnosztikájában, mert a vérből kilépő bizonyos vérfesték az befolyásolja már neses erőteret, tehát az első szakaszban semmiképp sem jó. Mitől függ az, hogy egy ilyen vérzésből aztán, tehát mi a kimenetel?
Nyilván a vérzésnek a helye meghatározza, ha olyan központot ér, ami az élethez létfontosságú, akkor annak rossz kimenetele, valamint akkor is, hogyha nagy a vérzés. Ez emellett nyilván egyéb alapbetegségek életkortól függ. A nagy vagy közepes vérzéseknél ugye ott nagyon rossz a prognózis is, tehát 30-35%-a, hát az ilyen betegeknek 30 napon belül sajnos elveszítjük. Késői szövődmények között mondjuk az epilepsziás rosszulétet emelném ki, ez a leggyakoribb, a második leggyakoribb a rávérzésnek a veszélye. A terápia azért alapvetően legtöbb esetben konzervatív. Ha nem az, tehát a sebészi terápia, akkor annak megvannak a maga indikációi. Alapvetően az agykamra tágulat és a kisagyi vérzés, ha az nagy, és az megnyomja az alatta lévő agykamrát, akkor ez egy sebészi beavatkozást indokol. Itt a pókhálóhártya alatti vérzéseket emelném ki, ez időskorban azért nem olyan gyakori, de mégis egy fontos terület, inkább fiatalabbakat érint. 10 000 lakosból körülbelül 10 embert Magyarországon. Ennek a terápiája is nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, és ma már 2-szer annyian élik túl ezt a korábban nagyon hamar halálos betegségcsoportot. Az oka, a legfontosabb ok, az egy értágulat, és az reped meg. Itt ezen az ábrán lehet látni ezeket a különböző típusú értágulatokat. Ennek az a jelentősége, hogy a műtéttechnikai szempontból fontos, hogy hogyan férnek hozzá ezekhez az erekhez. Általában azért a nagyobbak azok, amik megrepednek, tehát a kb. 10 mm-es vagy annál nagyobb méretűek. Itt ez egy angiográfiás vagy érfestéses felvét, ez egy ilyen óriás aneurizmának hívják, tehát hatalmas és nagyon veszélyes elváltozás. Itt egy másikat lehet látni, ilyen értágulatot, és a jobb oldali ábra pedig hát ennek a vérzésfajtának a mechanizmusát mutatja, tehát ugye itt látszik, hogy ez a kis vékony külső réteg, az a pókhálóhártya és az agy felszín között következik be a vérzés. Itt azt szerint kezelik a betegeket, de ezt hozzáteszem, hogy alapvetően idegsebészeti ellátást igényel, hogy osztályozzák őket a tünetek és a tudatzavar alapján egy 5-ös skálán, és ennek az első 2 stádium, amikor nincs még tudatzavar, akkor tudnak beavatkozni az idegsebészek. A 4-es, 5-ös stádium az, amikor sajnos a beteget általában még mindig elvesztjük. A középső, a harmadik stádiumban pedig hát egyéni mérlegelés alapján döntenek. Itt is alapvetően konzervatív vagy sebészi a terápia. Itt a sebészi terápiáról beszélnék, tehát 2 módszer van. Az egyik az, hogy megnyitják a koponyaűrt, és akkor leklippelik, elzárják ezt az eret. Ez egy nagyobb beavatkozás, nyilván altatással jár, tehát nagyobb kockázatú. Vagy pedig ez az endovaszkuláris, ez azt jelenti, hogy katéterrel keressék fel a tápláló eret. És úgy kell elképzelni, hogy a katéter végén egy ilyen spirál van, és ezt a spirált aztán leoldják a katéterről, és az oda belecsúszik ebbe a tápláló érbe, és ezzel elzáródik. Hát a korai szövődmények, ugye itt is az újravérzés, az, hogy az ér összehúzódik, és akkor ennek kapcsán emelkedik a vérnyomás, ez a legfontosabb. Az ilyen betegeknél a késői szövődmények között szintén az epilepszia fordul elő nagyon gyakran, vagy a személyiségzavar. Mi hívhatja rá fel a figyelmet, ez azért tartom fontosnak, hogy erről beszéljünk. Tehát olyan betegek, akiknek olyan jellegű migrényük van, hogy valamilyen megelőző idegrendszeri tünetegyüttes van, tehát például látótérkiesés, vagy ilyen buborék úszik be a látóterébe, és utána jön a fejfájás. Őt mindig küldjük el neurológushoz, mert egy megfelelő képalkotó vizsgálattal kiderülhet esetleg, hogy emögött egy ilyen érfejlődési rendellenesség van, és ha ezt időben ellátják, akkor nyilván ezt a súlyos betegséget is meg tudjuk előzni. Hát
Erre alapvetően azért statisztikák alapján történik a műtét. Tehát, és ahogy az előbb mondtam, hogyha 10 mm-esnél nagyobb ilyen értágulat az, ami meg tud repedni és érezni tud, és tehát itt látszik, hogy ennek 0,6-3,5% az esély arra, hogy ez vérezni fog. De tulajdonképpen ez az a betegcsoport, akinél az idegsebészek beavatkoznak. A másik ilyen nagyon fontos és időskorban gyakori vérzéstípus, amikor a kemény agyhártya és a középső agyhártya közé történik a vérzés, ez általában egy fejsérülés következménye, és nagyon gyakori időseknél sokszor van, hogy nem emlékeznek arra, hogy valamikor beütötték a fejüket, elestek, véralkadásgátló készítményt szednek, és akkor ahogy növekszik ez a vérömlény, akkor az nyilván egy idő után nyomásos tünetet okoz, és ekkor kerül orvoshoz az illető. Ennek is konzervatív vagy sebészi a terápiája, hát ha komoly tünetet okoz, akkor ez ma már egy ilyen rutin idegsebészeti módon megoldható, tehát gyakorlatilag kiszívják onnan azt a vérömlent. Vagy konzervatív, ami hát egy megfigyelést, kipartokkal való követést jelent. A posztrók, tehát az agyér betegségen átesett betegeknél, most én itt a pszichés zavarokra szeretném felhívni a figyelmet, nem annyira, hát a fizikai tüneteket azért mindenki tudja, ismeri, és ezek főleg a személyiségváltozásból adódnak, a szociális izolációból adódóan harag, agresszivitás, viselkedési zavarok, amit hát a környezetnek rendkívül nehéz kezelni. Kulcskérdés az, hogy aki egy ilyen betegségen átesik, az megfelelő rehabilitációs kezelésen legyen részt, kórházban, illetve otthoni ellátásban. A beszédterápia, a gyógytorna, ez nagyon fontos, ezt akár a betegség után 3-6 hónappal is érdemes még végezni. A másik pedig, ami fontos, hogy megfelelő segédeszközök álljanak rendelkezésre az ilyen betegeknél, tehát ezzel is elősegítve azt, hogy ő minél hamarabb visszailleszkedjen a saját otthoni környezetébe. Hol vannak sztrókcentrumok Budapesten? Ugye a 12. kerületi betegek a Szent János Kórházhoz tartoznak, elég sok helyen van még. Kiemeltem itt az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetet, ahol a katéteres beavatkozásokat tudják elvégezni, illetve hát a képalkotó vizsgálatok területén is ez a legfelszereltebb és a jelenleg a legjobban működő. Nemzetközi Stroke Napra szeretném felhívni a figyelmet, ami október 29-én lesz. Nagyon sok rendezvényt szervez a Magyar Stroke Társaság, ahova szeretettel várunk mindenkit. És hát köszönöm a figyelmet!